Ja, igen, 10 óra 15 perc van. Na, elég? Sok. 25-öt átléptük a 25-öt. Igen. 25.500-nál tartunk. Nem, 25.500, nem, nincsen 125.000. Nem. Azért mondta most a dia. 25.000. 50. 50? 25.000. Igen. Átléptük a 25-öt. Hát. Oké, és honnan várunk még? Mondtam, mindenhonnan. Szóval 6 lesz. Amiket most hoznak be, az még nincs benne a rendszer. Persze, hogy nincsen benne a rendszer. De egy pára már bejelentenek. A telefonon még időben jelentettek le a nap folyamán, az benne van. De most a napra kész az a 25.050. Mondom, éjfélig egy sörbe fogadok, hogy 26-ot átfogadok. Már mindenhonnan behoztam? Igen. Oda kell bedobni a időt. Köszönjük. Te vagy honnan jössz? Ferencétele, délután 5-től 8-ig 3 óra alatt 64 darab jávoros gyűlt össze. Az azért az nem rossz. Most két hete mindig a Ferencéken vagyok, és ez abszolút rekord, szóval sokkal nagyobb arány voltak meg. Hát most ébredtek fel például az 5. kerületiek is, miután már leadta a Szilágyi Peti a polgármesterét, meg az összes előttünk. Most így ugye jött neki még kb. 20-25 darab cédula. Szóval egy ellopott cédulának az újra kikért verziója. Úgyhogy holnap én ezt beviszem egy magába, mert én ma leadtam magamat, és fogom kérni, hogy ugyan futtassák már át a rendszerem, hogyha esetleg benne van a rendszerre, az kiadta le. Ez egy verkfőn készül, hogy annak bizonyítására, hogy honnan kerültek ide a kapoktató cédulák, és hogy nem a Fidesz meg az MSZP tolta be hozzánk taliskával, hanem hogy ez megy napi 24 órában. Én megértem a fórumban tegnap például 57-ben lakótelepi melletti nem tudni forgalmas helyre. Busziával 18 béres, plusz meg a jelöltek ki, tehát 50 valamennyi. Mindenhol ezt mondják, most mondta a srác is, hogy az 5. kerületben is. Csillaghegyen tőle 60 darab jött be ma körülbelül. Tehát olyan helyeken, hogy hihetetlen. D-Day előtti éjszaka. Jaj. Mi lesz? Jaj, nem tudom. De már bejelentkeztek egy páron, 3-5-től is. 5-től van már nagyon, de 11-től 5-ig nem lesz egy férfi eddig. De valaki van. Én nem tudok róla. Ahogy a lang már valaki bejelentkezett. Lang már 5-től 8-től. Jó, de előtt korábban. Férfi? Nem tudom, meg kell nézni. Megnyugtató, megnézem. És ma is. Ne a Google-ba nézd meg, e-mailen. Mit? Nem a Doodle-be, az e-mailen. Nem, nekem nem jött ilyen levél. Megnézem akkor. Add le. Nem, külön kapoktatunk, ezek az én ismerőségünktől barátaimtól összevett. A kopogtatásban igen, de ebben nem. Ez főleg második kerület, 13. kerület, sőt, igen, Jábor Bence is mondta. Jábor Bence az Serény munkában mindenki. Elbújtál. Növény mögött. Növény vagyok. Zöld. Igen. Legjobban virul ilyenkor leadás előtt egy nappal. Az a specialitása. It's been a hard day's night.
válogatott, ellenőrzött cédulák. Mint egy bank rezonyja van ennek, akkor ezt én most azok már, azok már csomagoltak is. Ez hagyd mutassa meg. Szerintem ez nagyon durva. Szépen néz ki. Nem meg itt így értem, az így értem azt, hogy a 24-nek. Szóval nem megtenni fogom. Na emberek. Bázd. Én csak nem maradt le. Egy pillanat, Eve. A főpolgármester jelölti bemutat, bejelentő. Jelölt. Itt aláírt a Schiffer András. Tehát ennyi. És várj, hol van a főpolgármester? Ez a főpolgármester jelölti. Be kell X-elni. Be kell X-el, még nincs be X-elve. Jelölt bejelentés folyik. Kis választmányi és jelenleg aktivista, szóval terem. A budapesti kampánystáb tartja a frontot. Várjál, Schifferrel beszélek. Világos, két dolog van. Az egyik dolog az, hogy ami itt gyűlik, azt leszámoljuk, 500-asával csomagoljuk, sporttáskában benne van, Deák térre kiveszünk, mivel 2 órakor. Aki még odahozza az összes kitelepülést, azok onnan fogják vinni, onnan fogjuk vinni. A jávort én azt szeretném, még nem beszéltem vele, de nem akarom elkiabálni, ha megvan a cetli, akkor azt szeretném, hogy földgyűrű gatyával, kerékpárral, fölrakva a kerékpárral a sporttáskát, és még 2, 3 vagy 5 ember biciklivel követi a városházáig, ezt fölveszük a belső kamerával, és csinálunk egy ilyen izét videót. Tehát én így gondolom azt, hogy bevigyük a cetlit, nem talicskával, nem öltönyösen, szóval így. Úgyhogy megvan a logisztika. Stratégiai kitelepülési helyek. Nekem rajta van a szemem, a Polákovicsról is most beszéltem. Az éjszaka itt kitelepülős feelinggel.